tudtátok egyébként, hogy Szekszárd a borvidék, aminek jövője van? Hiszen Szekszárd nem volt, hanem lesz. Sziasztok! Ercsei Dani vagyok, és ez itt a Lecsengés, és azon belül is egy újabb boriskola rovattal jelentkezünk. Nagyon-nagyon régen volt már szerintem boriskola rovatunk, tehát valószínűleg hónapok teltek el azóta, hogy talán, ha jól emlékszem, a Neszmélyi borvidékről utoljára próbáltunk nektek valamit megtanítani vagy elmesélni, úgyhogy itt az ideje egy újabb boriskola rovatnak. Tartsatok velünk ezúttal a Szekszárdi borvidékre! A Szekszárdi borvidék, mint talán tudjátok, a Duna mellett található valahol délen. Hát ez nem túl pontos. És ami a lényeg, hogy Lösz építi fel, ezért volt a poén a bor videónak az elején. Tehát a Lösz. Mi is az a Lösz? A Lösz, kérlek szépen, vagy kérlek szépen titeket, egy jégkorszaki reliktum, tehát a jégkorszak idejében az északi szelek egy ilyen finom port hordtak a borvidékre, nem csak a borvidékre egyébként, hanem egész Magyarországra, meg egészen tulajdonképpen a Fekete-tengerig, meg a Földközi-tengerig, és ezt így elborította a vidékeket, és valahol 20 méteres sávban rakódott le a lösz, valahol meg egyébként kibukkan alul a valamilyen kőzet, úgyhogy ez a lösz, ez nagyon-nagyon jó borképző hardware, nagyon-nagyon jól érzi magát a szőlő a löszön, meg a lösz a szőlőn, úgyhogy tulajdonképpen a lösz az a hardware, amin a szekszárdi vörösborok érnek. És hát itt el is érteszünk egy kulcsponthoz, hogy Szekszárd az valójában kékszőlő és vörösbor. De hogyan is kerül Szekszárdra a kékszőlő, és hogyan is került Szekszárdra a vörösbor? Hát tulajdonképpen délről is, meg északról is. No, egy kicsi döbben csönd. Tehát délről hogyan keveredett? Délről a szerbek húzódtak fel a Duna mentén az 1700-as évek elején, vagy inkább az 1600-as évek végén, és hát nem csak Szekszárdig jutottak, hanem egészen Szentendréig, sőt, még Komáromig, és egy picit Bécsig is, de most mindjárt Szekszárdnál maradunk, tehát Szekszárdig jutottak, és Szekszárdon hozták magukkal a szőlőfajtáikat, és elkezdtek vadul telepíteni mindenféle szőlőfajtákat, balkáni szőlőfajtákat, jellemzően hát mondjuk kadarkát, vagy csókaszőlőt, vagy valami ilyesmit, úgyhogy Szekszárd az nagyon-nagyon sokáig, évszázadokig a kadarkáról szólt. És mi történt ezután? Hát 20-30 évvel később egy ilyen császári pátens jóvoltából északról a Dunán megérkeztek a svábok, a németek. Betelepedtek Szekszárdra, és néhány generáción belül ki is cserélődött a város teljes lakossága. Ez történt egyébként Villányban is, egy kicsivel délebre. Úgyhogy a németek megtanulták a vörösbor készítési technológiát a szerbektől vagy a délszlávoktól. Ugye ez azt jelentette, hogy nagyjából egy ilyen fakádakban erjesztették a szőlőt egy jó ideig, és akkor a héjával együtt, ugye héjontartással, és emiatt kiázott a szőlőből a színanyag, és így lett a vörösbor. Na most ezt a németek megtanulták, viszont a szerbek vagy a délszlávok nem arról voltak híresek, hogy mindenféle pince technológiát betartottak volna, tehát ez úgy történt valamikor nagyon régen, hogy amikor megtörtént az erjedés, akkor ezt az egészet letapasztották ezt a kácit sárral, és hát egy év múlva valahol kibontották, és elkezdték leinni a bort. És ugye ezt a németek ezt így nem nézték jó szemmel, vagy egy kicsivel, nem tudom, tüchtigebbek voltak, ami egyébként a sváb videónkból is kiderül, és bevezették az ilyen szigorú pince technológiai eljárásokat, tehát tulajdonképpen a szekszárdi vörösbor az egy küvé, nem más, mint a szerb vagy rác borkészítési technológia, és a német pince precizitás és higiéniának az ötvözete. Úgyhogy Szekszárd az tulajdonképpen félig német, félig rác. Szekszárd az nem egy nagy borvidék, de mondjuk magyarországi viszonylatban a maga 2200 hektárjával egészen előkelő helyet foglal el a borvidékek sorában. És ha már ugye kékszőlő és Szekszárd, akkor tulajdonképpen a szekszárdi kommunikációt, Szekszárd borvidék kommunikációját meghatározza egy ilyen hármasság, tulajdonképpen a kadarka, a kékfrankos és a bikavér szent háromságról beszélünk. A kadarka azt szerintem nem kell magyarázni. A kékfrankos az valójában lehet, hogy a svábokkal érkezett a borvidékre, napjainkban egyértelműen a szekszárdi borvidék vezető szőlőfajtája, és egyébként a bikavér az ugye nem csak Egerben van, hanem Szekszárdon is van, sőt, tulajdonképpen egy szekszárdi költő, Garai János írta le először egy költeményében a bikavér szót, szóval hamarabb kapcsolódik Szekszárdhoz, mint Egerhez, az egriek meg ne tudják. És a bikavér az tulajdonképpen egy olyan bor,
aminek a jelentős részét, 50%-át legalábbis az újkori szabályozások szerint kékfrankos és kadarka alkotja. Ha jól tudom, egyébként 50% és az úgy oszlik meg, hogy 45% kékfrankos és 5% kadarka, de ezt nem muszáj bebiflázni, mert ez lehet, hogy a jövőben változni fog. Tehát a lényeg az, hogy jelentős részben kékfrankos és kadarka, tehát a bikavér az egy kicsit egy ilyen cool climate Chateauneuf of the Pape-ra hasonlít, tehát egy ilyen jobb savú, jól iható, kellemes vörösbor. Ez egyébként Szekszárd egészére igaz, tehát ha a villány és Szekszárd különbséget próbálunk tenni, akkor a szekszárdi vörösbor egy picit mindig savasabb, egy picit mindig jobban iható, egy picit mindig jobban csúszik, mint egy villány. Legalábbis, hát nem megsértve a villányiakat, ez egy ilyen nagy általánosságban igaz, viszont Szekszárdon is nagyon tudnak csinálni komoly testes vörösborokat. Nem véletlen, hogy egyébként a szekszárdi borvidék is tele van ültetve Cabernet Franc-nal, Cabernet Sauvignon-nal és Merlot-val, és hát vannak olyan hangok, megsúgom, hogy bizony a Pannon borrégiónak lehetne az ászlós hajója a Cabernet Franc, nem csak villánynak. Tehát van egy villányi franc, de valakik suttognak róla, hogy lehetne egy szekszárdi franc is, meg egy tolnai franc is, meg egy pécsi franc is. Hát szerintem ez egy ilyen 20 éves terv, de lehet, hogy valami kisül belőle, úgyhogy meglátjuk. Ha Szekszárdon jártok, akkor mindenképpen térjetek be a belváros, hát tulajdonképpen egyetlen komolyan vehető szállodájába, a Hotel Merosba, szerintem ott érdemes megszállni, és egyébként ott enni is érdemes, ugye ezt Mészáros Pálék üzemeltetik, a borvidék egyik hát pincéje vagy zászlós hajója, és egyébként Szekszárd az nyilván nem csak a borról szól, de jelentős mértékben a borról szól. Úgyhogy érdemes végigjárni a borászatokat, egy csomó helyen nem csak hidegételt lehet kapni, hanem éttermek is üzemelnek a borászatoknál, például Bodrieknál, de ezt majd itt elmesélem. És hát egyébként, ha Szekszárdon jártok, akkor mit érdemes magatokkal vinni? Vagy egy Mésző Miklós regényt, vagy egy Babits kötetet. Mert hát ugye Babits Mihály Szekszárd híres szülötte, talán úgy is írta, hogy Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem. Úgyhogy hát Babits Mihályról ugye azt kell tudni, hogy szerintem az emberek tudatában nem csak Szekszárdhoz kötődik, hanem Esztergomhoz is. Nézzétek meg a Neszmélyi borvidéki videónkat, mert ott szó van Babits Mihályról. De egyébként ő nagyon-nagyon szekszárdi volt. És Szekszárd kapcsán valami ilyesmit ír, hogy a város, mint egy álmos ebb-hever domb alatt, sík felett, kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Hát Babits Mihály szerintem szerelmes volt Szekszárdba, szerelmes volt ebbe a dombvidékbe, szerelmes volt ebbe az egészbe, a szőlőkbe, a borászokba. Nyilván ő is előfordult a pincéknél, ő is előfordult a présházaknál. Nem véletlen, hogy Esztergomban is egy présházat megvett meg és alakított át nyaralóvá. Úgyhogy olvassatok Babits Mihályt, olvassatok Mészöly Miklóst, nézzetek be a Hotel Merosba, éttermekbe, ebédeljetek Szekszárdon. Tulajdonképpen mit lehet még csinálni Szekszárdon? Nyaljatok el egy kadarka fagyit, mert én Szekszárdon már ilyet is csináltam, szóval a kadarka fagyi az jó. És most kóstoljuk meg 3 bort. Puszantás! No, ha a Szekszárd, akkor Szekszárd. És van egy ilyen könyv, amit tulajdonképpen hát felkérésre írtunk többet magammal. Ez itt a reklámhelye, de hát nem magyar nyelvű, az amerikai piacra készült, egy marketing célú kiadvány, és ebben fejtegetjük egyébként ékes angolsággal, hogy ez az egyetlen borvidék a világon, amit úgy kell kiejteni, hogy sex hard. Úgyhogy hát ezzel is próbáltunk kedvet csinálni az amerikai piacnak és a fogyasztóknak. Nem vagyunk rá büszkék, hogy ilyen bulvárosra sikeredett, de egyébként szerintem tényleg sikeres lesz. Úgyhogy Szekszárd és kékfrankos. És ha már kékfrankos, akkor Bodriék, és ha már Bodriék, akkor azt el kell mondani, hogy Bodriéknak egy ilyen bődületes bővülése volt, úgyhogy az emlékeimben élő bodri pincészet az most már majdnem 200 hektár, vagy talán 200 hektár, úgyhogy egy ilyen hatalmas szereplővé léptek elő bodri pistáik. Eddig sem voltak kicsik, tehát eddig is Bodriéknál volt helikopterleszálló, volt egy bődületesen jó étterem, ami ma is van, és minden nap nyitva van, úgyhogy oda érdemes ellátogatni, szerintem ez az Optimus étterem, vagy Optimus, hát szerintem Optimus névre hallgat. A séf is nagyon állandó, a kiszolgáló személyzet is állandó, a minőség is állandó, tehát oda mindenképpen érdemes ellátogatni. És ugye Bodriék egy ilyen csodálatos kis, ugye a Faluhely dűlőben egy csodálatos kis völgyben vannak, ahol hát tulajdonképpen ameddig a szemen lát a bodri pincészetnek a szőlői, tavai és minden egyebe szerepel. Úgyhogy egy fantasztikus hely. És hát ha Bodriék,
akkor hoztunk nektek ugye egy kékfrankost, egy alap kékfrankost 2020-ból, mert tulajdonképpen ez ilyen nagy tételben hozzáférhető, egy ilyen belépő szintű kékfrankos, amitől nem szabad nagyon sokat várni, de mindenképpen magas minőséget, úgyhogy hát nézzük meg, hogy milyen Baudrillard kékfrankosa, tradíció névre hallgató kékfrankosa 2020-ból csavarzárral. Tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy lehetne mondani, hogy rubin, vagy egy pici bíbor beütés, de ez olyan, mint egy medjúz. Tehát egy ilyen megylé, megyszörpös színe van. Mindenképpen rubin egy pici bíbor karimával. Aztán, csak hogy villogjak, képzeljétek el, tadám, tudok bort pörgetni. Na, és az illat az tulajdonképpen az, amit a szín ígért. Tehát egy ilyen meggyes, cseresznyés, picit fűszeres, fiatalos, kékfrankos illata van. Szerintem erre nincs jobb szó. Hú, de jó volt. Élénk savak, közepes test, egyébként csalóka, mert 14-es vagy, nem, 14 feles az alkohol, tehát valójában magas az alkohol, de ez egyáltalán nem érződik. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon vibráló savakkal operáló, fantasztikus kis fineszes kékfrankos, ami szerintem a gasztróba borzasztóan jól megállná a helyét. Lehet, hogy erre is van kitalálva. Úgyhogy hát abszolút javaslom. Képzeljétek, az van ráírva, hogy gyümölcsös bor, meggyes illat. Oké. Okay. Jó ívású kékfrankos. És a lényeg, hogy szerintük gulyásleves, székely káposzta, vagy könnyedebb grill ételek kísérője lehet. Hát a székely káposztát azt nagyon adom. Én megpróbálnám a székely káposztához, mert hogy valójában szerintem én székely káposztát azt egy ilyen somlói juhfarkkal tudtam eddig elképzelni, de most, hogy Baudrillard mondták, vagy írták, hát még az is lehet, hogy ezzel is működik. Úgyhogy hát Baudrillardista, készülj, ha legközelebb az Optimusba megyek, akkor komolyan mondom, hogy székely káposztát fogok rendelni, és egy ilyen borral fogom kipróbálni. Hát ha. Cheers! Jó. Másodiknak az Esterbauer pincére esett a választásunk. Esterbauerék egyébként szintén régi játékosok, régi motorosok a Borvidéken. Tulajdonképpen, hát nem is tudom, hogy ki is most már az ismertebb, Esterbauer János a pincészetnek az arca, de most már a lányai aktívan részt vesznek a pincészet életében, ami egyébként azért egy kicsit pikáns, és szerintem ez ugye nem titok, és nem bulvár, és nem pletyka, mert hogy a Borvidék egyik másik prominens szereplőjének, Heimannéknak a fiához ment hozzá Esterbauer Jánosnak az egyik lánya. Úgyhogy tulajdonképpen van egy ilyen összefonódás egy picit a Heimann és az Esterbauer család között, ami egyébként tök jó, és innen is üdvözlöm Heimann Zoliékat, Heimann Zolit és Esterbauer Ildit és a gyerekeket. Na, szóval Esterbauerék, akik egyébként nem olyan nagyok, mint Baudrillard, ez egy ilyen családiasabb méret, körülbelül 30, tehát lehet, hogy 35 hektár is, de mindenképpen egy ilyen modern feldolgozót építettek az elmúlt években, tehát mindenképpen egy ilyen látványosabb szereplői a borvidéki életnek, mindenhol ott vannak, mindenki tud róluk, úgyhogy ők is egy ismert pince, és hát minő meglepetés, ha Baudrillard egy kékfrankossal jelentkeztek, akkor Esterbauerék egy kadarkát küldtek, az is van ráírva, hogy lenehetsem a palackot, 109 éves kadarka 2020. Tulajdonképpen ez egy hát minő meglepetés, 109 éves ültetvényről származó kadarka, és 567 darab sorszámozott palack készült erről az ültetvényről. Hát gyerekek, és egyébként még ide is van írva, hogy az Esterbauer család 1746 óta műveli a szekszárdi domboldalakat.
Hát innen is le a kalappa, és kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen elképesztő 109 éves kadarka ültetvény mire képes. Lássuk. Szekszárdon jellemzően megmaradtak ilyen pár hektáros öreg, nagyon öreg, tehát 100 évesnél öregebb ültetvények. Én láttam egy pár ilyen ültetvényt, Sebestyén Csabi is kivitt egyszer, Márkvárt János is kivitt egyszer, lehet, hogy még Esztebarék is kivittek egyszer. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy nagyon-nagyon tőkehiányosak ezek az ültetvények, bakműveléses azok az ültetvények, tehát nincsenek se karóra fut, vagy támasztva, se, nem tudom, kordonra futtatva, hanem tulajdonképpen, mint egy ilyen kicsi bokor burjánzanak a talaj fölött egy ilyen 20-25 centis magasságban. És egy ilyen 100 évesnél öregebb kadarka tőkének tulajdonképpen hát elképesztő átmérője van. Tehát olyan, mint a karom, vagy még annál is vastagabb átmérője van. Hát borzasztóan melós ezeket az ültetvényeket művelni. Tehát, hogy ez csak kézzel lehet, ez csak kapálgatni lehet, meg mit tudom én. Úgyhogy elképesztő munka ezekkel foglalkozni. Viszont hát ilyen csodákat lehet utána kóstolni, amint egy 109 éves kadarka ültetvény csak tud. Nézzétek meg, lehet, hogy nem látszik, képzeljétek el, fehér háttér, hogy ilyen nagyon kadarkás színe van. Ugye milyen az a kadarkás szín? Hát a kadarkás szín az nem túl mély. Tehát mindenképpen egy ilyen rubin szín, picit átlátszó, picit könnyed. A kadarka egyébként, hát ha csak nem ménesi, akkor jellemzően ilyen. És az illat... az rendkívül fűszeres. Amilyen egyébként a kadarka. Tehát a kadarkának az egyik fajta jellege, hogy nem is gyümölcsös, hanem inkább fűszeres. Egy pici bors, egy pici mediterrán fűszercsokor, és a háttérben van egy ilyen meggyes málnás vonal. Közepesnél kisebb a test, rendkívül ilyen vibráló filigrán savai vannak, és nagyon jól iható. Tehát ez az első dolog, ami beugrik erről a kadarkáról, hogy hát nem tudom, hogy nektek mit sugal a palack, szerintem egy ilyen komolyabb palack, de hogy ebből azért meg lehet inni egy üveggel, mert hogy nagyon-nagyon itatja magát. Az alkohol is csak 12%, tehát hogy egy ilyen visszafogottabb, könnyedebb vörösbor, és szerintem ezt akár jól behűtve, hát a feleségem inná úgy, vagy akár egy, hát egy paprikás krumplihoz, vagy egy lecsó, egy lecsóhoz, nagyon-nagyon el tudnám képzelni. Úgyhogy, hát ez egy baromi jó kadarka. Le a kalappal, 109 éves tőkék előtt is, meg Esztebaurék előtt is. És a harmadik bor címkéjén egy morcos, szakállas, befont bajuszú bácsi van, aki állítólag Szent László. És ez Vesztergombiék bikavérje, prémium bikavérje, ami hát ugye nyilvánvalóan 45% kékfrankosból és 5% kadarkából, illetve mindenféle egyébből áll. Hát azért Vesztergombiékat ismerve ezek világfajták, hiszen Vesztergombi Csabiék arról is híresek, és ezt el is szokták mondani, hogy rendkívül hisznek a világfajtákban, mint például a Cabernet Franc-ban, a Cabernet Sauvignon-ban és a Merlot-ban. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit tud Vesztergombiék prémium bikavére. A birtokról egyébként tudni érdemes, hogy körülbelül 30 hektár, szintén egy családi birtok, és hát azt hiszem 2004 óta vannak az új feldolgozójukban. Az első szekszárdi év bortermelője 1993-ban Vesztergombi Ferenc volt, Vesztergombi Csabának az apukája, aki egyébként még szintén ott van, a birtokon dolgozik, jó egészségnek örvend, és tulajdonképpen irányítja a birtokot, de hát már egy csomó dolgot átvett Csaba a birtok életében. És azért ezt nagyon-nagyon fontos elmondani, azóta egyébként már 3 borász is, ha jól tudom, megkapta Szekszárdról az év bortermelője díjat, hogy 1993-ban
tulajdonképpen harmadik év bortermelője volt a sorozatban. Vesztergombi Ferenc azért kapta meg ezt a díjat, mert nem csak a jó borait ismerték el, nyilván ez volt az elsődleges, hanem ő hozta vissza a szekszárdi bikavért a köztudatba. Tehát szerintem a 92-es bikavérje az ilyen nagyon-nagyon jó volt, bődületesen nagyot szólt, és ő pusolta a borvidéket, hogyha komolyan akarnak foglalkozni a bikavérrel, mert hogy az átkosban, a kommunizmusban Szekszárdon be volt tiltva a bikavér név használata, és azt odaadták Egernek. Úgyhogy tulajdonképpen a II. Világháborúig volt szekszárdi bikavér, de utána a kommunizmusban be volt tiltva a szekszárdi bikavér, de lehet, hogy csak az 50-es évektől tiltották be, ezt nem tudom. És Vesztergombi Ferenc volt az, aki azt mondta, hogy ha vissza akarják hozni Szekszárdra a bikavért, akkor azzal komolyan kell foglalkozni, és jó bort kell palackozni, és arra kell ráírni, hogy bikavér. Úgyhogy az ő 92-es bikavére volt az egyik első, vagy talán az első igazán jó bikavér Szekszárdon, és részben ezért kapta meg 93-ban az év bortermelője díjat, úgyhogy sapó, emeljük kalapunkat innen is a Lecsengés stúdiójából. Attila is örjöng, és nagyon-nagyon lelkesen, mint egy ilyen cheerleader táncol a háttérben. Úgyhogy hello, hello, Vesztergombiek. Na de hát, van egy Vesztergombi bikavér a pohárban, Szent László bikavér, 2017-es Szent László bikavér. Érdekes adalék, hogy míg Bodriéknak 14 és feles volt a kékfrankos alkoholja, eddig ennek a bikavérnek 17-ből hát csak 14-es alkoholja van. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyit számít. A színe egyébként egy ilyen mélyebb rubin szín, ami egy ilyen téglás árnyalatba hajlik, és hoppa, és az illata az illata nagyon-nagyon komplex. Egy pici dohány, egy pici vanília, egy pici kakaó, rengeteg fekete bogyós gyümölcs, de egyébként ott vannak a piros bogyósok is, mint egy ribizli lekvár, vagy valami ilyesmi. Nagyon komplex. Telt a korty, kitölti teljesen a szájat, egy viszonylag nagy test párosul hozzá. Nem extrém nagy, de inkább nagy testűnek nevezném. Viszont a savak kifejezetten jók és élénkek, úgyhogy egy nagyon-nagyon jól iható bikavér. Annak ellenére, hogy én arra számítottam, hogy a prémium bikavér családban, vagy prémium bikavérként, ez lehet, hogy egy ilyen kicsit farnehéz lesz. Úgyhogy tulajdonképpen egy 5 csillagos próbálkozás Szekszárdról bikavér irányból mindenképpen érdemes vele egy próbát tenni, és innen is üdvözöljük Vesztergombiékat. Na szóval, drágáim, ez volt a Lecsengés. Ez volt a szekszárdi borvidéki bemutatója, a borvidéki boriskola. Ha tetszett, akkor légy szíves, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket a Facebookon, és hát nem sértődünk meg, hogyha Attilát vagy engem is ismerősnek jelöltök, mert szeretünk csevegni a borokról veletek, online és élőben is. Ja, és egyébként elfelejtettem mondani, hogyha Szekszárdon jártok, akkor ez már a borvidéken kívül van, de menjetek el, kérlek, könyörgöm, Grábócra. Grábócon van egy szerb ortodox kolostor, az valami csoda. Szóval oda is érdemes menni. Pusszantást, sziasztok!